Idegenbeli 2-1-es előny birtokában az Újpest számított a továbbjutás egyértelmű esélyesének. A lila szurkolók magabiztosságát Simon fokozta a 19. percben, aki Korcsmár szögletét követően lőtte a kapuba a lecsorgó labdát. Negyed órával később Simon fejjel is eredményes volt, ezzel már 6. gólját szerezte a kupában. Alig egy perc múlva azonban az MTK is jelezte, még nem mondott le a továbbjutásról. Kanta szabadrugását Lambulics csúsztatta tovább, Balajca rosszul jött ki a kapuból, Lencse pedig 1 méterről gólt lőtt. Az Újpest túlságosan megnyugodott a vezetés birtokában, az MTK pedig elkezdte irányítani a játékot. A 76. percben aztán nagy húzott el a bal oldalon, az újpesti védelem ismét bizonytalankodott, Repka pedig a léc alá bombázott, és ettől kezdve nyíltá vált a találkozó, hiszen egy újabb gól már továbbjutást ért volna az MTK-nak. 5 perccel a vége előtt aztán meg is született az a bizonyos gól, egy káprázatos akció végén Szabó Ádám talált be, akit később sportszerűtlen gólörömért kiállítottak, az MTK azonban 4-4-es összesítéssel és idegenben lőtt több góllal a Magyar Kupa elődöntőjébe jutott.